éhes vagyok! Éhes vagyok! Ki jó bégat itt? Hát én! Nini, szia Berni! Nini, szia Barni! Van egy darabka sajtom! Azt megosztom veled! De én nem eszem sajtot! Akkor kontrok egy kis lekvárt! A bödön aljáról! Ó, lekvárt sem eszem! Akkor mivel tudlak jól lakatni? Hát mesével! Csiribó, csiribá, legyek épp ott, ahol most vagyok! Ha-ho, Barni, és velem mi lesz? Na jó, akkor megpróbálom megint varázspálca nélkül. Hogy? Csiribó! Csiribá! Legyél ott, ahol én vagyok. És meséljen a mesélkes sarok! Burgonya Tóbiás, az együgyű óriás. Burgonya Tóbiás, Burgonya Tóbiás, Burgonya Tóbiás, Burgonya Tóbiás. Hát te miért hajtogatod folyton, hogy Burgonya Tóbiás? Mert úgy döntöttem, hogy ha nagy leszek, akkor óriás leszek, és úgy fognak hívni, hogy Burgonya Tóbiás, Burgonya Tóbiás, Burgonya Tóbiás. Én a helyedben nem lennék ilyen együgyű. Fönt, messze északon, egy hatalmas dombon lakott Burgonya Tóbiás, az óriás. Évek múltak el, és senki nem zavarta a nyugalmát, a madár se járt arra, míg egy szép napon egy kecskepásztor jelent meg nyájával a domblábánál. Az óriás azonnal neszét vette. Ki az? Bődült el rettenetes hangon, és előrontott a barlangjából. Egy iszonyú nagy sziklát tartott a jobb markában. Én vagyok az, ha éppen tudni akarod. Kiáltott vissza a pásztor, s nyugodtan terelgetni kezdte kecskét fölfelé a dombra. Ha ide merészkedsz, úgy szétmorzsollak, mint ezt a követ itt, mi? S a sziklát, ami a kezében volt, egy szempillantás alatt porrá morzsolta. Én meg úgy szétlapítalak, hogy annyi lélek sem marad benned, mint amennyi víz van ebben a kődarabban itt, mi? Azzal előhúzott a tarisznyájából egy friss sajtot, s úgy összenyomta, hogy ami nedvesség volt benne, bugyogva fröcsögött ki az ujjai között. Úgy, hát akkor nem félsz? Tőled aztán nem. Hát akkor gyere csak közelebb, verekedjünk meg. Hát, ha nagyon akarod, de elébb szídjuk egymást egy kicsit, hogy jól belemelegedjünk. Mert úgy van ám, hogy szitkozódás közben jön meg igazán a harag. És ha már jól méregbe jöttünk, a verekedéshez is nagyobb lesz a kedvünk. Rendben van, de a szitkozódást én kezdem. Helyes, én meg majd folytatom. Az óriás rettentő sokáig gondolkozott, aztán végre kibökte. Egy görbe orrú boszorkányt érdemelnél, nem mást! Te meg egy repülő ördögöt! Vágta vissza a pásztor, s abban a pillanatban íjával egy jó hegyes nyilat lőtt bele az óriás testébe. Hínje! Hát ez meg mi volt? S megpróbálta kihúzni a karjából a nyilat. Ha, ez csak egy jó hegyes átkozódás volt. De akkor miért van toll rajta? Hogy jobban tudjon repülni. És miért ragad olyan erősen hozzám? Azért, mert gyökeret ereszted beléd. Hely, hogy a kapanyáni monyók egyenkását a hasadról. Aztán mondd csak, van még több is neked ebből az átkozódásodból? Ha, hogy
ne! Ha mindjárt kapsz belőle még egyet. És egy újabb nyilat eresztett az óriásba. Ajjjjjjj, hallod-e? Nem vagy még elég dühös, hogy neki kezdjünk a verekedésnek? Még nem! Még nem szittalak eleget! Mondta a pásztor, és újból kifeszítette az íját, de az óriás már nem várta meg. Csinálj, amit akarsz! Vezesd oda a kecskéidet, ahová akarod. Nekem ugyan elegem van az átkozódásaidból. Inkább elköltözöm erről a vidékről. És azzal elfutott. Soha többé nem látták a környéken. Így lett győztes a pásztor, mert bátor volt, és nem ijedt meg Burgonya Tóbiástól, az együgyű óriástól. Na, még mindig Burgonya Tóbiás akarsz lenni? Állj, hogy a kapanyányi monyók egyen kását a hasadról! Állj! Hogy lehet ilyen együgyűt kérdezni? Jó, akkor kérdezek mást. Igen? Na. Nem vagy álmos? Ó, de igen! Jó éjszakát! Jó éjszakát! Ennyi volt a mese. Sokan fértek bele. Legközelebb mondhatom. Ha szeretnéd. Hát folytatom. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy mesehangjáték. Na, ezt a mesehangjátékot úgy hívták, hogy mesőke. Volt abban mindenféle bűbáj, meg boszorkányosság. Mesőke CD, hangjáték népmesékből. Ha mind a négy részt megszerzed, a lemezborítókból társasjátékot rakhatsz össze. Keresd a boltokban. Rendelhetsz is. 0630 353 0323.